Gyerekeknek szerintem a lehetőség az szabadabb, több lehetőségük van. Hogyha a szülő megadja a támogatást, vagy a lökést, ha úgy mondjuk. A Tehát egy reformátusoknál gyülekezeti egy gyülekezeti program. program, egy alkalom, ahol nem a gyereket esszük meg, hanem a gyermeket reggeliznek, és például oda nem jöhet el a kisgyermek, mert mi nem megyünk ilyen református izére, és az egyik kisrác megkérdezte az apukáját, hogy akkor miért járok ilyen református izére az iskolába. Mit jelent ma hívőnek lenni? Ezen kívül még ezernyi kérdésünk van a hitről. Keressük együtt a válaszokat az Ökumené jegyében. Podcast a hitről a Szolnok Televízióban. Köszöntöm a kedves nézőket a Hit Podcast mai adásában. A témánk a hit és a család. Mondhatnánk, hogy családban marad? Családban marad-e a hit? És a vendégeinket hadd mutassam be. Egyrészt itt van közöttünk Bárány György, aki hát maga is nyilván családban élő ember, gyermekei is vannak, de ő nevelőszülői szolgálatban is áll, illetve a Dékány házas pár, Henny és Zoli. Ugye a műfaj sajátossága, hogy tegező stílusban beszélgetünk, úgyhogy érezzétek magatokat ti is otthon. És hát Henny és Zoli is gyermekeket nevelnek, három nagyon vagány és jópofa fiúgyermeket. Hát ha nézik ők is ezt a műsort, és akkor látják, hogy megdicsértük őket, meg hallják, és hát hívő emberek mindannyian, ugye ez közös mindannyiunkban. És azt szeretném rögtön megkérdezni az elején, nyilván be is mutatkozhattok pár szóban, de talán ezt tegyük meg úgy, hogy beszéljetek arról, hogy a ti családotok, ahogy most éltek a szűk családotokban, az mennyiben hasonlít ahhoz a családhoz, amiben ti felnőttetek? Hát hasonlít, nagyon egyszerű család vagyunk, mint az a szüleim, hogy egyszerű emberek voltak, már csak édesapám él, két öcsémmel neveltek bennünket nagy szeretetbe, és elég zajosan három fiú gyermekük van, hárman vagyunk fiúk, és hát abban hasonlítunk, hogy szeretetben neveljük a gyermekeket, akár saját, akár nevel gyerekről van szó, illetve zajosak vagyunk, és sok problémával küszködünk, de próbáljuk megoldani őket. Nálatok mi a helyzet? Hoztátok az eredeti mintát, azt lemásoltátok, vagy valami újításokat bevezettetek a gyerekkori családotokhoz képest? Az én családomban szerintem nagyon hasonló volt. Nagymamával, anyukával jártam rendszeresen templomba vasárnaponként, emellett hittanórára. Igaz, hogy akkor nem volt annyira egyszerű, de megoldottuk. Hittantáborok, aktív részese voltam. És amikor hallottuk, hogy katolikus óvoda nyílik, vagy egyházi óvoda a városban, akkor úgy egyértelmű volt, hogy az én gyerekeimnek is, vagy a mi gyerekeinknek is az az út lesz majd. Akkor ezek szerint neked ehhez kedves emlékek igen, fűződnek gyerekkorban. Igen, abszolút, abszolút. Zoli? A családhoz még annyit szeretnék hozzátenni, hogy több generációs családban nevelkedtem föl, tehát ott voltak a nagyszülő gyerekek. Még most is ugye ez a helyzet, hogy nagyszülővel élünk, ha bár már csak az egyikkel, a négy édesanyjával, és hát, ugyanebben a leosztásban ugye nem semmi újdonság, vagy inkább ez a megszokás, a megszokottság, mert ezt szoktuk meg, ugye, és jól is működik, talán el lehet mondani. Akkor ti tulajdonképpen mindannyian otthonról hoztátok ezt a hitbeli orientációt, ez nálatok is így volt? Nem. Igazán nagyon érdekes helyzet ez. Egy kedves családtagunktól kaptam egy Bibliát, azzal a ajánlással, 8. koromban, hogy ezt a könyvet nem azért adom, hogy csak olvast, hanem úgy élje, hogy ebben a könyvben olvasod. És remélem nem botránkoztatok meg senkit azzal, hogy én hittem Istenbe, de úgy éreztem, hogy nem tud nekem mit mondani, és én se neki. Olvastam a csodálatos ószövetségi történeteket, és el voltam ragadtatva a Biblia gazdag nyelvezetétől, Jézus személyétől, de különösebben nem érintett meg, és aztán egy életválság után, egy válás, igen fiatalon, történt az 1989-ben, amikor Billy Graham evangelizációja volt a Népstadionban, és akkor úgy éreztem, hogy ő rólam beszél. És olyan érdekes volt ez, hogy nincs mit mondani nekem, és én sem tudok mit mondani neki, és aztán mégis megérintett az, amit az Isten szólt. Nem nagyon tudtam kit hibáztatni attól kezdve a múltamért, de elindultam másfelé, és akkor a második házasságomban a feleségem is hitre jutott, és azóta vagyunk hívők tulajdonképpen, de a családból nem volt ilyen hagyomány.
És aztán volt egy jó példakép ebben számodra, vagy ez az érintés ezen a nagy népstadionos gyűlésen, ez elegendő volt, vagy segített valaki ebben? Nem, azonnal a gyülekezetet kerestem. Az újszászi református gyülekezetbe járt a megajándékozó rokonunk, a keresztapám, és oda kezdtünk el járni. Majd később, amikor nagy család lettünk, nevelt gyerekekkel, és születtek a saját gyermekeink is, hát most a viccelnék, azt mondanám, hogy logisztikai szempontból, de egyébként is, tehát hogy a család a gyülekezethez tudjon tartozni, Szolnokra, az itteni református gyülekezethez csatlakoztunk egy néhány év után, és azonnal, ez nem is volt kérdés számomra, amikor volt ez az evangelizáció, hogy ezen az úton kell mennem. És hát, mint az emberről lehullik a lepel, vagy a szeméről a lepel, hogy nem tudtam hibáztatni senkit ott a Népstadionban, csak azt, hogy én vagyok az, aki a saját életem elrontója vagyok, és ezek bizony bűnök, amiket én elkövettem. Akármennyire is így vagy úgy bárki mellém áll, és ez azt a fordulatot, a pálfordulást, szabad így mondani. És azt úgy meg tudnád, el tudnád árulni nekünk, hogy miben állt be aztán a változás, mennyiben lett más a gondolkodásod, az életed, az életviteled? Hát ugye az a veszélyes, amikor az embernek különösen durvus maximus bűnei nincsenek, tehát ugye gőzmozdony nem lopt, tüzesszeget nem eszik, akkor azt gondolja, hogy jó ember. Tehát így körülbelül, ahogy mondtam, a válás után is én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan rossz ember, és hát ez így történt, ezt már helyrehozni nem lehet, egy másik kapcsolata volt a volt feleségnek, és kezdeni kellene egy újat, de hogy, miként, minek alapján, hogyan, kiben bízhatom meg, vagy hogy, vagy ki bízhat meg bennem, ez is fölmerült bennem. És aztán így a munkahelyünkön, a gyermek otthonban ismerkedtünk meg a jelenlegi feleségemmel, és hát neki sem volt kérdés tekintettel arra, hogy több egyházi ember is van a családjában, a rokonságában, és ő közelebb volt talán a hithez, mint én, és hogy egyfele kezdünk el menni, és ennek az áldása is kijöttek, hogyha egyfele mész. Tehát a pálapostoli felemásigának azért talán sokan ismerik a nehézségeit, erre majd később talán a család kapcsán visszatérhetünk. Mondtad, Henny, hogy nagyon jó élményeid vannak gyerekkorból, a gyülekezetből, ilyen közösségbe járás a templomról, és a családon kívül ez jelentett olyat is, hogy valaki példakép volt, vagy milyen módon érezted, hogy ez jó, mitől lett ez jó, vagy segítséget jelentette bármiben? Hát így visszaemlékezett, nem a kortársak. Hogy egyszerűen ott is együtt lehettünk. Emlékszem, sátortáborok, imádtam őket, nagyon jól éreztük magunkat. Az énekek, vagy az éneklés, a közös imádságok, hogy mindig az ember úgy olyan, vagyis a gyerekként úgy érzem, hogy úgy feltöltődve, hát ez a gyerek ezt nem érzi, de hogy olyan jó érzéssel mentem mindig, hogy vártam a következőt. Akkor csak jól érezhettem magam. És akkor gondolom, hogy a ti gyerekeiteknek is próbáltok ezt az élményt megadni. Ez sikerül? Igen, próbálkozunk, de lelkesen mennek is. És azért ez egy érdekes kérdés, hogy mondjuk egy hívő család az másképp néz ki, mint egy nem hívő család. Ti hogy látjátok? A gyerekeitek esetleg jeleznek-e vissza ilyet, hogy más milyenek a többiek, vagy összehasonlításban barátokkal, ismerősökkel? Láttok-e különbséget? Nem jellemző? Azért a mindennapok azért nagyban hasonlítanak minden egyes családnál, tehát ugyanazokkal nehézségekkel küzdünk, mint a többiek. Na, a gyerek... mesélj! A gyereknevelés, ha már a családról beszélgetünk, ugye? Serdülés, ugye mit nem akarok megtenni, mit nem szeretnék, mit hogy kellene, elvárásaik, ugye azért mindig megvannak, viszont nehéz rávenni sokszor őket, hogy valamit ők is a családért tegyenek, de azért talán azt is sikerül most már, talán ha csak egy pici lépésekkel, de mindig előrébb haladni, hogy lássák, hogy nekik is helyük van a családban, nekik is ugyanúgy tenni kell érte, hogy ugyanúgy, hogy tudjon működni, ugye. Mert ugye a család is, meg ugye a férfeleség kapcsolat is, tehát ez egy hivatásnak is tekinthető, és én annak mondanám, mert ugye aki, például a testvéremnek nincs családja, egyszer-egyszer találkozunk vele,
és akkor jól eljátszik a gyerekekkel. Amikor bármi nehézség jön, azt fogalma sincs róla, hogy az minden napokban nem is egy, hanem egymás után 4-5 olyan nehézséget is meg kell oldani. És ilyen 24 órás, heti 7 napos szolgálatban nem lehet szabadságra menni, az embernek a gyereke ott van. Ugye emlékszem erre a képre, hogy valakinek megszületett a gyereke, kórházi folyosón így fogja, és akkor hát ez már most így mindig velünk marad, és akkor ezen nem lehet változtatni, nyilván ezt a felelősséget föl kell vállalni. Akkor ezek szerint megvannak a küzdelmek. Mondtátok, hogy, vagy Henny említette talán, hogy ugye mi azért abban a korban nőttünk föl, mint amikor sokan mondják, hogy akkoriban nem lehetett meg ez a hit. Ez ma könnyebb? Ma könnyebb megélni a hitet, mint mondjuk a gyerekkorotokban? A gyerekeknek szerintem a lehetőség az szabadabb, több lehetőségük van. Hogyha a szülő megadja a támogatást, vagy a lökést, ha úgy mondjuk. Mint a mi időkben volt. Mert sokan azt mondják, hogy a gyereket nem akarják befolyásolni, tehát nem nevelik hitben, nem viszik templomba, gyülekezetbe, majd ha felnő eldönti, nem kereszteltetik meg, majd ha felnő eldönti. Ti erről mit gondoltok? Hát az ellenkezőjét, tehát nálunk ugye egy kicsit egy ilyen futószalagrendszer van, tehát nyilván fölnőnek gyerekek, sajátok és nevel gyerekek, és jönnek újak, és nagyon érdekes az, ahogy jön egy új gyermek, a többiek elmondják, hogy mik a szokások a családban, mik a hagyományok. És a templomba járás, vagy a gyülekezetbe járás az olyan természetes, mint hogy 6-kor van vacsora. Tehát, hogy ez nagyon tetszik. Amiben még idáig soha nem volt kudarcunk, hogy nem akart valaki eljönni mondjuk az egyházba, vagy gyülekezeti alkalomra, vagy táborokba. Sőt, hogy mióta van egyházi iskola Szolnokon, oda járnak a nevel gyerekek is, meg saját is járt oda a legkisebb ideig. És ez természetesen az életük részévé válik. Amiben nehézségeink vannak, hogy olyan átlag, mondjuk is családi áhítat, vagy közös imádság, vagy egyebek az életmódunk miatt, hogy egyszerre nagyon ritkán van együtt a család, ezek nem olyan beépültek a szokásrendszereinkbe. Tehát a beszélgetések azok inkább kisebb körben, vagy négy szem közt történnek, vagy imádságok is akár, de érdeklődnek, kérdeznek. Kétféle módon közelíthetünk a hithez, vagy az igéhez, végül is a Biblia felül az élethez, és az élet felül a Biblia felé. Hát nálunk ez az utóbbi működik talán. Nem volt még olyan gyerek se, aki tiltakozott volna a hittanoktatás ellen, mindegyik hittanos, sőt, ugye a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően a keresztelést is idáig még mindegyik szülő hozzájárult, hogy a gyermek meg legyen keresztelve. Mi elmondjuk, hogy ez miért van, hogy van. Mit gondoljuk ezt? Például mit mondotok el ilyenkor? Mert ez lehet, hogy érdekes lehet a nézőknek is, hogy mi az érva mellett, hogy kereszteljük meg a gyereket? Hát ugye én már majdnem így fiatalkoromra majdnem végzett református lelkész vagyok lassan, hittanoktató, és elmondjuk, hogy mi egy református család vagyunk. És járunk templomba, egyebek az iskolába, ahova járnak a gyerekek hittanra, és a hit melletti elkötelezettséghez hozzátartozik az, hogy ezt ki is fejezzék, mert ugye ők nem csecsemőként kerülnek hozzánk, és hogy mi ezt szeretnénk, hogyha ezt meg is tehetnék. Volt már olyan gyermekünk, aki katolikus hátterű volt, és itt is hozzájárult a szülő, volt, ahol református, volt, ahol mi voltunk a keresztszülők, mint nevelőszülők, és most is van folyamatban egy ilyen ügyünk, ha szabad így mondani, az egyik kislánnyal. Valahol megérinti a szülőt, hogy abban kifejezzük a hasonlóságunkat, hogy mindnyáján kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Attól, hogy az ő élete nyomorúságot és zátonyra futást szenvedett, attól mi nem akarjuk elvenni a gyermekét, és őt sem minősítjük negatívan, hiszen a mi életünkben is lehetnek zátonyok és egyebek. Ez működni szokott azért. Meg hát a másik, amit én gondolok, hogy a gyermek a legjobb marketinges, tehát ha egy gyermek hazamegy mondjuk kapcsolattartásra, és elmondja a szüleinek, hogy mi történik ott nálunk, akkor nem igen tud olyat mondani a gyermek, ami ellen egy szülő tiltakozik. Ugye erre utaltam azzal, hogy az élet felől megyünk az ige felé, tehát hogy próbálunk odafigyelni rájuk, egyénileg foglalkozni velük, elhordozni őket, amikor például valamelyiknek meghalt az édesanyja igen fiatalon, és azt mondta, hogy nincs is Isten, és nem elég, hogyha lenne, akkor nem elég, hogy ő bekerült a mágyóba,
hanem még az anyukáját is elvitte, és akkor ő vele például sokat beszélgettünk, hagytunk időt, hogy ezt feldolgozza, kérdezzen, és hát kimondhatta azt, hogy ő nem hisz Istenbe. A többiek se botránkoztak ezen meg. Tehát, hogy valahol úgy kell megélni ezt, nem azt, hogy mindenkinek jót tegyünk, de mégiscsak azt érezzék, hogy Isten szeret bennünket, és abból nem nagyon engedünk, de mégiscsak van lehetőség arra, hogy időnként elcsendesedjenek, és végig gondolják, hogy ők hol is tartanak. Tulajdonképpen, ha komolyan megfogalmazzuk az Istennek a szándékait, akkor Istennek pont az a szándéka, hogy kibontakoztasson belőlünk valami szépet és jót, és nem az, hogy megnyomorítson bennünket, vagy elvegyen tőlünk, vagy korlátozzon. Ti mennyire vagytok bátrak abban, hogy befolyásoljátok a gyerekeket, akár a hit kérdésében, hogy erre nevelitek őket, vagy ez opcionális, hogy működik nálatok? Szerintem próbáljuk befolyásolni, de inkább a példával, vagy a beszélgetésekkel, a esti szokás, rituálé, mindig megkérdezik, hogy mi volt a legjobb abban a napban, miért adsz hálát, rendszeresen a Bibliából olvasunk, és akkor így szerintem ez csak így valahogy beléjük ivódik, és talán viszi majd felnőtt korára az ő családjába tovább. Mondtátok, hogy azért kamaszkorban vannak kérdések, szóval milyenek ezek a kérdések? Tudtok egy-két példát mondani? Mi az, ami fölmerül, amit megkérdőjelez egy kamasz gyerek hittel, Istennel kapcsolatosan? Miért indulunk el vasárnap a misére? Mindent képes megkérdőjelezni. Ez is igaz. Mindent is. Miért kell ezt nekem? Miért nekem kell? Miért nem a testvérének kell? Akkor egy szórásba kerül itt minden, nem csak a hit, hanem az egyéb igen. dolgok is. Hát ez életkori sajátos. Viszont ha azt látjuk, minél jobban erőltetjük, annál jobban ellenáll. Tehát azért a kést nem lehet a fölötte tartani, hogy minden áron. Nyilván nem is szándék, de itt, ahogy a műsor előtt beszélgettünk, Gyuri mondta azt, hogy hát ti még előtte álltok, hogy lehet, hogy jönnek majd még nehezebb idők is. Így van. De nem baj azért, hajrá, jó küzdést ebben. És hogyan történik ez, hogy ezzel úgy megismertetni, otthonossá tenni, tehát említettétek a közösségbejárást, mert csak mik vannak, ami segíthet abban, itt hogy egy... Itt azért talán most a legidősebb fiunknál sikerül elérni, hogy a szolgálatban, hogy akár egy templom takarításra jöjjön el, vagy rendet tenni, vagy segíteni, hogyha ugye most segítkeztünk a templom körül az evangélikusnál, és legalább arra rá tudjuk egy kicsit venni, hogy közelebb, hogy ő is lássa, hogy ide tartozunk. Kell a hithez közösséggyülekezet? Nem lehet csak úgy a családban nevelgetni? Kell. És miért? Mert amikor érzi az ember mondjuk, hogy kicsit zuhanó repülés van, akkor felemeli. Van egy közösség, ami... megtart. Azért az is talán egy fontos szempont, nem tudom, ti hogy éltétek meg a magatok életében, hogy van az, főleg az az életkor, ez a kamaszkor, amikor az ember lehet, hogy a szüleitől nehezebben fogad el dolgokat, viszont ez rosszul is esik szülőknek, hogy hát a gyerekem most elkezdett itt határt feszegetni, és velem sokkal nehezebben jön ki, tőlem nehezebben fogadja el, de hogyha van valaki, akiben bízhat, aki is egyébként jó, ha én meg jó kezekben tudhatom, tehát azért a közösségnek van egy ilyen szerepe is. Nem tudom, hogy ti ezt mennyire tapasztaljátok. Több kollégámtól is hallottam, hogyha lehet ilyen példát mondani, hogy ő imádkozik otthon, nem kell sehova eljárni, megvallja a hitét, de valahogy azt látom, hogy ezután egy ellaposodik, és még egy imád sem nagyon mond el, csak akkor, amikor valami baj van, vagy szükség van az Istenre. Ez nem válik az életnek a központi hajtó erejévé. És a hitoktatás az segít, vagy elegendő, vagy nem elegendő? Tehát mert ugye azt is lehet mondani, hogy jó, hát otthon neveljük valahogy a gyereket, meg hát jár hittanra, van ez a lehetőség, az iskolában beíratom hittanra. Te is hitoktató vagy, te ezt hogy látod? Hát a valami, tehát fontos dolog, hogy van hittanoktatás. Ami a kísértése a dolognak, hogy minden motiváció vagy indítatás nélkül oda kerül a gyermek. És pont a közösség miatt történnek olyan törések a gyerekeknél, hogy mondjuk van egy gyermek reggeli, tehát egy gyülekezeti program, egy alkalom, ahol nem a gyereket esszük meg, hanem a gyermeket reggeliznek, és
És például oda nem jöhet el a kisgyermek, mert mi nem megyünk ilyen református izére, és az egyik kisrác megkérdezte az apukáját, hogy akkor miért járok ilyen református izére az iskolába. És ugye ezek a poénok, vagy hát szomorúan vicces dolgok, hogy de azért reménységgel vagyunk, hogy történik a magvetés. Azt figyeltem meg, hogy a fiatalok szeretik azt, hogyha azért a kérdéseikről beszélhetnek, nagyon megtisztelő a bizalmuk. Ugyanakkor önmagában nem tartom elégségesnek. A Szandaszőröcsön, ahol szolgálok, ott indítottunk egy filmklubot, és most fölmerült annak az igénye a fiatalokban, hogy nagyon jó, hogy van egy kis áhítat a film előtt, van egy kis kibeszélése, megbeszélése a filmnek, hogy szeretnének, ahol lelki dolgokkal, bibliás dolgokkal foglalkoznék, és ez például engem nagyon-nagyon megragadott. Ez a közösségben történik, tehát hogy azt mindig megbeszéljük, hogy nem Robinson magányos szigetén élünk. És hát volt, aki persze viccesen mondta, hogy Gyuri bácsinak könnyű, mikor 30-an vannak, csak alapból ha mindenki otthon van. De hogy ezt mindenki megérzi, hogy kell a testvér. És ha még egy kis időt rabolhatnék, van egy kislányunk, egy nevelt lányunk, aki nagyon picike volt mindenféle értelemben, kicsit elmaradva a fejlődéstől, és nagyon érdekes volt ez, hogy a játszótéren, ha hárman kim voltak ott a kakasos teplomnál, akkor ő el nem mozdult a padtól. És pont egy ilyen gyermek alkalmon, ahol ott voltunk, nem tudom, hogy legyünk 100-an, teli volt a nagy terem, ugye, ha ismeritek a református nagy termet, az azért elég sok emberben. És ott pedig úgy rohangált közöttük azzal a biztonsága, és ezen úgy elmélkodtam. Tehát én nem vagyok ilyen Gedeon típus, hogy ilyen gyapjúzást csináljak, vagy jeleket figyeljek, de ez engem nagyon megérintett, hogy ez a kislány, aki tényleg mindenkinek a bokájáig ért, és mindentől félt, és abban a közösségben, ahol sokan voltak, minden oka meg lett volna, hogy esetleg visszahúzódjon, azzal a szabadsággal, és hát még alig tudott beszélni akkor, de hát dudorázta, motyogta a dicséreteket. Ezért fontos a közösség, mert ott még ő sem félt. Biztonságban érezte magát, az egy másféle közeg. Igen, hát valahogy csak szükség van egy ilyen család méreténél nagyobb közösségre, meg egyébként is arra akarjuk felkészíteni a gyerekeinket, hogy el tudjanak boldogulni a világban, úgyhogy ez egy nagyon... Még itt egy gondolatot mondhatok, hogy amikor így elmennek a fiúk a kortársokhoz a közösségbe, tehát hogy én, és ugye ott vagytok velük, hogy... Én biztos vagyok benne, hogy tesznek fel olyan kérdéseket, amit tőlünk nem mernek otthon megkérdezni. És ez olyan nekünk is biztonságot ad, hogy olyanoktól hallanak választ, akikben mi is megbízunk. Na ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, tehát hogy nyilván inspirálja a közösség is. Otthon nem jut eszébe, mert van a megszokott rend, meg a körülbelül hasonló gondolkodású, mentalitású emberek, a szüleim, akiket megszoktam. Lehet, hogy föl sem merül, meg esetleg van, hogy ott szüleim, meg sem, nem is akarja bátortalan, tőlem, mondjuk, vagy igen. És ott meg fölmerül, viszont ez egy nagyon fontos dolog, hogy ti olyan helyre engedjétek el a gyereket, ahol megbíztok benne, hogy ott az olyat hallanak, meg olyan közeg veszi körül, amelyikkel ti egyet tudtok érteni. Ugye a hittamban is ilyen előszokott fordulni, szoktam mondani, hogy mi van, ha egyszer csak arra ébredsz, hogy jaj, segítség, hívő lett a gyerekem, és én meg nem is tudom, hogy mi az, vagy hova engedtem el. És nagyon meg szoktam becsülni ott a mi gyülekezetünkben is azokat a szülőket, akik mondjuk veszik a fáradtságot, ha barátok elhozták a gyereket, akkor utána néz, hogy kik ezek, miféle társaság, nem valami emberevő szekta, vagy nem tudom micsoda. És ez jó, ennek utána kell nézni, úgyhogy hittanos ilyen tájékoztatókon is ezt szoktam általában elmondani, hogy ne bízzátok ránk a gyerekeiteket, mindaddig, amíg meg nem győződtök róla, hogy mi kik vagyunk és mit képviselünk, és viszont fordítva is igaz, ha meg egyet értetek ezzel a gondolkodásmód, akkor egy hely, ahova el lehet engedni a gyereket. Egyébként a hívő családban másmilyenek a gyerekek, mint a nem hívő családban? Mik a tapasztalatok? Csak őszintén. Én le tudom olvasni az arcotokról, de meséljétek el. Egyelőre szoruló bűnösök. És. Hát érdekes, nyilván egy ilyen mozaik család, mint a miénk, ahol saját nevelt, neveletlen, szép, csúnya, most nyilván viccelek, de hogy egy ilyen összetett helyzetben sokkal több alkalmazkodó képesség kell alapból is. Az is nagyon megható, mondom, hogy az új gyereket fogadják, és ahogy odaállnak mellé, de ugyanezek a problémák fölmerülnek, hogy itt a 30 év alatt már volt metálpólós probléma, haspólós probléma,
hosszú haj probléma, miért nem lehet, azért, mert mágyós vagyok, azért, mert minden előfordul. Volt ilyen, amikor az egyik lány azt mondta, hogy kivételezünk a saját fiunkkal, aki éjjel-nappal képes krumplis rántottá tenni. És hát azzal a szabadsággal bírunk, hogy akkor ő is ehet krumplis rántottát, ahányszor csak szeretne. Két nap után feladta, hogy ez nem is olyan finom, hogy minden nap ezt tegye. Tehát, hogy ugyanazok a gondok, problémák előjöhetnek, ajtócsapkodás, nem tudom én, kis lázadás. Hát ha kiraknánk az átalakítás miatt zárva táblát a kamaszokra, főleg ahogy kezdődnek, akkor ez talán nem járnánk messze az igazságtól. Ezt el kell hordozni, és itt jön a hívő család előnye, hogy Isten képes kipótolni a mi hiányosságainkat, a mi türelmetlenségünket is akár, vagy megáldani a mi bocsánatkérésünket, vagy föl nem ismert dolgainkat, amiket nem veszünk észre esetleg a gyereknél, vagy nem hallgatjuk meg. És az egy nagyon nagy ajándék, amikor egy szülő is bocsánatot tud kérni. Olyan sokat foglalkozunk, hogy ki a hiteles és ki nem, és azt hiszük, hogy az a tökéletesség, vagy a hibátlanság, és közben meg az őszinteség. És Isten arra ráüti a pecsétjét, hitelesíti azt, hogy... Hát nyilván rengeteg ilyen vicces sztori jut eszembe, hogy volt, amikor csak én ordítottam egyedül azért, hogy ne ordítsanak, de nagyon régen még, de mindenki nevetett rajta, hogy hangosan hallgatták a zenét, és időben kikapcsolták, ahogy hallották, hogy nyílik az ajtó. De hogy akkor az ember képes azt mondani, hogy ne haragudjatok, ez tényleg így van, hogy én vagyok a leghangosabb is. És valahol itt jön a fedezete annak, amiről beszélünk Isten kapcsán. De Isten képes kipótolni azokat a hiányosságainkat, problémáinkat, amiket esetleg emberként nem mindig jól kezelünk. De akkor talán nem is az alapanyagban van a különbség hívő és hitetlen, hanem a kezelés módjában. És akkor ez a már következő kérdés föl is ébredt itt bennem, hogy jó, hát a gyerekek azok olyanok, mint bármelyik másik családban, csak esetleg másképp viszonyulunk a kérdésekhez, problémákhoz, de szülőként másmilyenek vagyunk-e attól, hogy hívők vagyunk? Hát te már itt mondtad ezt a képességet, hogy bocsánatot tudok kérni, én magam is alakulok. Ti hogy látjátok szülőként? Másképp viszonyultok a családi élethez, ha hívők vagytok, vagy mások, akik nem hívők, másképp nézik-e? Bár lehet, hogy erről inkább a többieket kellene megkérdezni. Hát bízom benne, hogy azt mondanák, hogy másként. Türelmesebbek vagyunk, megpróbáljuk megoldani a problémát, mindenféle problémát. Megbocsátás is meg legyen az életben, meg egy nagyon picit visszakapcsolódva, hogyha nálunk is valami csúnya szó elhangzik, én sokszor elhangzik a számból, hogy Isten előtt egyenlőek vagyunk, tehát senki ne gondolja, hogy egy centivel is többet, több, mint a másik. Nehéz elfogadni, de akkor is így van. Tudtam mondani a fiúknak. A mai világban szinte forr a közgondolkodás ettől a családmodellek és különféle életformák, emberi kapcsolati formák önazonosság kérdésétől, és ti a keresztény hit alapján mit gondoltok erről? Tehát mit tanít a Biblia családi életről, nemekről, ilyesmiről? Férj, feleség, gyerekek. Hát a férfinő az alapja mindenképpen egy családnak, honnan indulnak azok a gyökerek. Előkerül a kérdés családi beszélgetésben, hazahozzák ezt a gyerekek, vagy ti találkoztok ezzel, fölmerül? Gyerekek nem. Még nem. Hallom, már merült föl olyan, hogyha Gyuri bácsi lelkész, és összeadná-e azonos nemű párokat. Ezt volt olyan nagy lány, aki megkérdezte, és mondtam, hogy nem, mert a Biblia alapján ezt nem tehetem. Tehát nyilván a Szentlélek elleni bűn a halálos bűn, tehát sok mindenre van bocsánat, de akkor sem tudnám megtenni jó lelkiismerettel, bármilyen törvény vagy egyebek kötelezne rá, hogy a történelemből tanulta az ifjú hölgy, ugye, hogy az egyház is anyakönyv vezett annó és egyebek, és ennek kapcsán merült föl, plusz a mostani események kapcsán. És elbeszélgettünk erről, hogy a férfi és a nő együtt az ember. Tehát ugye a másik fele, ezt is sokan szokták tréfásan vagy kedvesen mondani, de hát a kettő úgy egész, úgy az ember, a férfi és a nő. És hát kaptunk egy feladatot Istentől, a szaporodjatok és sokasodjatok. Őrizzük és műveljük a földet, amit csak így tudunk betölteni. Ráadásul a plusz a rengeteg nyomorúság, amit láttunk
a nevelt gyerekek életében, környezetében, ugye még a gyermekvárosba kezdtünk el dolgozni mindketten a feleségemmel, ez egy ilyen megerősítést ad, hogy az ember nyomorúsága nem lehet indok semmilyen erőszakos, vagy annak, vagy azt ellenlező dologra sem. Azt értem egyébként keresztény emberként, vagy magyar állampolgárként, hogy az államnak esetleg valamit ezzel kell kezdeni, de azt nem mindegy, hogy mi alapján teszi. Tehát, hogy hogyan áll ehhez a kérdéshez mondjuk az állami törvényhozás is. Tehát akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy bajokat is okozhat az, hogyha ezt a rendet, hogy férfi-nő, mondjuk, hogy a Biblia szerint férfi-nő, szeretet, hűség, kapcsolat, ez a család, hogyha ez felbomlik, valahogy szembe megyünk ezzel, akkor abból bajok vannak és sérülések történnek. Sőt, annál esetben ennél rosszabb is akár, nagyon sok olyan történet van, ami nagyon megviselt bennünket, pont ilyen látszólag szabadnak tűnő dologban. A legtragikusabbat, ha szabad röviden mondani, hogy egy ilyen sok évvel ezelőtt egy partiba voltak, nem itt Szolnokon, fiatalok, és hát túl sok töményet fogyasztottak, és két leányzó valahogyan olyan kapcsolatba került egymással, és akkor fölébredtek, kihozanodtak, és ó, hát én az vagyok, ugye, aki a lányokat szereti, és sok évvel később, ezt elfogadta mindenki, mert extremitás volt. Sok évvel később rádöbbent, hogy ez egy hülyeség, tehát ő nem érzi így jól magát. És akkor viszont már akkor bélyegezték meg, amikor ő azt mondta, hogy mégse vagyok az. Hát ez hogy van is. És hát hál' Istennek nem sikerült az öngyilkossági kísérlet, de nagyon megdöbbentett ennek a híre, ahogy erről beszámoltak, hogy az a felelősségünk van, hogy egy fiatal akár tényleg egy ballépés, vagy egy baklövés után ilyen partiba is félre sikolhat az élete több évre, és aztán akár, reménység szerint nem véglegesen, de akár sok évre meghatározva az ő életét. Tragikus következmények lehetnek. Szóval valahogy úgy lehetne talán mondani, hogy ahogy megvannak a fizikának a törvényei, gravitáció, biológiának a törvényei, az emberi testhőmérséklet 36,6 fok, ennyi volt 1000 évvel ezelőtt, meg ennyi lesz 1000 év múlva is, mondjuk ember az ember, és mi hívő emberek azt gondoljuk, hogy ez azért van így, mert Isten így teremtett meg, ez a rendje a világnak, és mi azt is gondoljuk, hogy az emberi együttélésnek, az emberi léleknek is megvannak ugyanezek az egészséges életet szolgáló törvényei, ha ezek nem működnek, akkor abból tényleg nagyon súlyos sérülések történnek. Igaz, ma úgy tűnik, mintha az lenne a szabadság, hogy ezeket felrúghatjuk. De szerintem itt is fontos szerep van a családnak. Tehát az, hogy támogatja, segíti, meghallgatja, kicsit vezetgeti. Én úgy látom, hogy a család persze rendkívül fontos, de kevés. Tehát nem elég egy család, mert ugye az van, hogy a családból kinövünk. Viszont az Isten nagy családjából, a hívő közösségből, abból nem növünk ki. És hogyha azt látjuk, hogy egyébként nem... És szokták ezt mondani, hogy kiköltözik külföldre egy család, és akkor ott a gyerekek elkezdenek az ottani óvodába, iskolába járni, és akkor az 5 éves gyerek, aki folyékonyan beszél magyarul, bekerül az óvodába, és nem hajlandó megszólalni az anyanyelvén, mert hát senki nem beszél úgy. És akkor visszajön a nagyszülőkhöz, egy tágabb közösség, hirtelen kiderül, hogy tud ő, és meg is tud szólalni, és tud is kommunikálni ezen a nyelven, csak hogy neki az az érzete van, hogy ezzel én egyedül vagyok, ezzel csak a mi családunk, az egy külön kakuktojás. Na most a hittel is van egy ilyen jelenség, hogy úgy tűnik, hogy a mi családunkban beszélik ezt a nyelvet, de azon kívül nem, mert rendkívül fontos látni azt, hogy de igen, ez egy működő dolog. Persze sokan szűklátókörűnek gondolják ezt, hogy ilyen rendje van az emberi együttélésnek, hogy miért ne lehetne másképp. Ti hogy látjátok? Nagyon szeretem a rajzfilmeket, hogy a gyerekekkel sokat nézünk, és van a Notre-Dame-i toronyőr. Ha emlékszünk, hogy láttuk, van egy jelenet, amikor megy a kavalkád, és egy öreg ember a kavalkát fölöki, kijön a ketrecből, és akkor fölkiált, hogy szabad vagyok, meglökik, beleesik a kalodába, és oda csukja a kezét, lábát, és mondja, hogy a fenébe. Én körülbelül ezt gondolom, hogyha nem állunk a helyünkön, és nem képviseljük azt, amit képviselnünk
kell, mert hát az, hogy szabadság, az sok mindenféle formában áramlik sok mindenkire. És itt van a családnak és a szülőknek a felelőssége, pedagógusoknak, lelkészeknek, hívőknek, hogy az nem tetszős, esetleg akkor is képviselni valamit. Érdekes, hogy egyébként furcsának tűnik talán sokak számára, hogy a hívő emberek így gondolják, hogy vannak ilyen, van egy, az életnek egy rendje, de egyébként valahol a szívem ilyen, mindenkiben van valamilyen rend, csak mondjuk a hívő ember esetleg azt is meg tudja mondani, hogy ez honnan ered, vagy mi is az pontosan, tehát körülbelül ez a különbség. És hogyha valahol egy beteg helyzet történik, akkor mindig igyekszünk közelíteni az egészségeshez, ez így van az emberi kapcsolatokban is. Nálatok ez hogy jött, vagy a te személyes életedben, hogy indultál el ebbe az irányba, hogy segítesz olyan törött családi helyzetekben azoknak, akik ennek a kárvallottjai a gyerekek? Hát ugye adó volt a szituáció, mert a gyermekvárosban dolgoztunk, és a rendszerváltás után volt egy pályázat, milyen alternatív nevelési formákat képzelünk el. És akkor a feleségemmel mi elképzeltük, hogy református alternatív nevelési formát. Adó volt 6 gyermek, tehát konkrét gyermekekre készült ez a pályázat, 6 testvérre. Kaptunk is valami díjat, nagyon hálásak voltunk, csak tovább gondoltuk, hogy ez tényleg hogyan működhetne. És akkor elindultunk lakásügybe, sok minden ügybe, segítséget kaptunk az akkori igazgatótól, ha ki szabad mondani a nevét, Szügyi Csongortól, és a későbbi igazgatótól is támogatták ezt. Mi voltunk az első szülők, nevelőszülők Magyarországon, akik gyermekotthonhoz tartoztak. És hát elindultunk, és hát rengeteg vicces, hogy a humor sokat segít megoldani a problémákat. Ugye mi december 24-én kezdtünk el létezni, amikor létrejött a család, és a taxis mondta, hogy ki az az őrült, aki ilyenkor költözik, 24-én már gyújtani kéne meg a fenyőfákat. És hát mondtuk, hogy nevelőszülők leszünk, és a gyerekeknek visszük az ágyat, és akkor meglátta valamelyik kis pöttömöt, és bocsánat, nem is kérek fuvardíjat, viszont látasz, boldog karácsony. De hogy az intézményből indult el, és hogy azt gondoltuk, hogy ezt a szolgálatot mi talán tudnánk végezni. Születtek ebbe saját gyerekeink is bele, aztán a 6 gyermek fölnőtt, és hát folytattuk, jöttek más gyermekek, és ezzel egy kicsit úgy vagyunk, hogy sok mindenféle területe van az életnek, amit mi nem tudnánk végezni. De ez valahogy adódott az előzményekből, meg a hitünkből, hogy ez valahogy összejött így. És de egy pályázat indított el igazán. Pontosabban, ha komolyan akarom mondani, akkor inkább az Úristen azzal, hogy volt az a 6 gyermek, mert így pályáztunk, hogy az ő személyük igen közel állt hozzánk. Ha majd 100 évesek lesztek, vagy 120, és ott lesztek, visszanéztek az életetekre, az ikonokákra, és a többi, mi az, amire azt mondanátok, hogy na, sikerült, jól csináltuk, vagy na, örülünk neki, hogy erre mentünk? Mi lenne az igazi siker? Hát én, vagy nem kezdjünk háttal a mondatot, de nekem, ha úgy látnám a gyerekeimet, hogy ülnek egy asztal körül, és várják az unokákat, a dédunokákat, és hogy olyan szeretettel, és szívesen, és készülődve, és nem nyűként, örömmel, hogy most beszélgethetünk, hogy együtt lehetünk, nyugalom, valahogy ezt látom, és ezt képzelem, hogy én akkor lennék boldog, hogyha ezt látnám. Kicsit ugye az emberben az van benne, hogy ahogy én éltem meg, amit átadtam, hogy valahogy egy kicsit abból lássak valamit vissza. Tehát valahogy én így fogalmaznám meg. Jó jel, mert akkor ezek szerint nem kényszerítessem őt a gyerekeidre, amit ne tartanál magadnak is jónak. Ez hiteles. Gyuri? Megtalálták az Istentől rendelt helyüket a világban. Ha végig gondolom a saját gyermekeink életét, vagy a nevelt gyermekek életét is, hát voltak magasságok, mélységek, meg még lesznek is, ha akár akarjuk, akár nem, de hogyha megtalálták a helyüket. Ugye minden gyermeket egy Gedeon Bibliával fogadunk, aki jön a családba, tehát egy új szövetséggel, és hát azzal bocsátjuk útjára, hogy azt ne felejts el, hogy az Isten akkor is szereti, hogyha elfele menekül, mint Jónás próféta az Úr elől, és hát ha szabad ilyen kifejezés mondani, akkor ez beszokott jönni, és ezzel a reménységgel elégedett lennék, hogyha mindegyik megtalálná az Istentől rendelt helyét, és némi hálaadással és büszkeséggel is mondom, hogy idáig úgy néz ki, hogy ez úgy megvan.
Említettem, a mi generációnkban sokszor hangzik az el, hogy abban az időben nem lehetett, de úgy tűnik, hogy ma sem nagyon könnyű visszatalálni Istenhez, és most nem akarok ilyen arányokat felállítani, hogy hányan vannak, akik mondjuk így érik az életüket, és ki van többségben, de mondjuk, ha ti megpróbálnátok egy-egy gondolattal segítséget adni, hogyha valakiben egyáltalán fölmerül a kérdés, hogy hát ha Isten van, hát ha Isten segít, hogyan lehet visszatalálni hozzá, mert nagyon elszoktunk tőle az utóbbi néhány generációban, legtöbbek esetében nem ez a természetes. Mivel lehetne bíztatni azokat, vagy hogyan kezdjen hozzá, akinek az életéből ez most hiányzik? Vagy miért? Én azt mondanám, hogy reggel, amikor fel kell, akkor ne csak azt mondja, hogy ez egy új nap, hanem meg új lehetőség, mert ugye sokan így kezdik. De hogy ez megint egy olyan új kapu, amit Istentől kaptam, hogy eljussak a mennyországba, vagy az üdvösségre, vagy éppen amelyik szót oda teszi. Tehát, hogy szerintem egy reggeli gondolattal. Mivel lehetne még segíteni? Hogyan lehet visszaszokni Istenhez? Ugye több száz, sőt több mint ezer éves gondolat egy egyházi ősatyától, most szabad fordításban és átiratban, hogy ami ma a szokásod, az holnap a szükségleted, és amiről leszoksz, az holnap már lehet, hogy nem fog hiányozni. És úgy tűnik, hogy Istennel hittel így járt a világnak ez a része, ahol mi élünk. Hogyan lehet újra szokássá tenni, vagy egyáltalán fölvenni vele a kapcsolatot egy reggeli gondolattal, de mi az, ami még segíthet? Az én életemben a hit a gyerekkoromban nem volt. Nem is voltam megkeresztelve, hanem felnőtt koromban, amikor találkoztam feleségemmel. És először nem is, hogy miért kell templomba járni, bennem is fölmerült, hogy miért is kell oda. Aztán elhívtak egy ilyen elcsendesedés, egy ilyen két-három naposra, és valahogy ott, mintha valami megérintett volna. És most már azóta valahogy nem is kérdés a hitnek a kérdése. Uh-huh. Tehát vannak ilyen becsatlakozási lehetőségek. Igen, így becsatlakozni, bekapcsolódni. Ahol föl lehet tenni a kérdéseket. Tehát ott is a közösséghez vezetett vissza, mert magamtól biztos, hogy nem tudtam volna, bármeddig olvasom a Bibliát szerintem. Uh-huh. A közösség akkor kell hozzá. Gyuri, te hogy látod? Közösségre gondolok én is, hogy a református gyülekezetnek van több szolgálata, Iszákos mentőmisszióba jön ez ki legjobban, mert ugye egyrészt talán ez egy olyan látványos bűn, amit azért mindenki elítél, sokan gyakorolják is, ugyanakkor elég sok kudarc is társul hozzá, és hát az, hogy jó híre van egy közösségnek, a Szolnoki Dömösi Körnek, ez már eleve, meg a szükség találkozik, és hát többnyire kijön azért, hogy van, aki imádkozik, van emberi segítség és a kórház is segít, de a közösség az, hogy egy közösség úgy éli az életét, hogy valamiféle hatása van a külvilágra. Tehát, hogy mondjuk mi szolnokiak, nyilván nem a kazincbarcikai, bocsánat, a kazincbarcikaiaktól, de nem, a Szolnokot nem rajtuk fogja számon kérni az Úristen, hanem rajtunk szolnokiakon, és ahogyan éljük a mindennapokat, az orvos, a tanár, a szülőtárs, vagy bárkivel. Gyökesi Bandi bácsi írja azt le, hogy hogyan is hatnak a dolgok, egy római katolikus plébánost idézve, hogy akkor beszélj, ha kérdeznek, de élj úgy, hogy kérdezzenek. Mm. És ugye, hát beszédben erősek vagyunk, bocsánat, hogy általánosítok, de hogy valahol tényleg ilyen szeretett tevékenységeink, figyelmességeink, az a fajta diakónia, amit Jézus gyakorolt, és a példaként is adott elébünk, talán segít dönteni embereknek, hogy fölmerjék azt vállalni, hogy ők keresik az Istent. De ahhoz kell egy közösség, ahol be lehet hívni, hogy Bárány György nem üdvözít, Jézus Krisztus üdvözít, és még a református egyházközség sem üdvözít, de ott tudjuk megélni a hitünket testvérekként. Tehát, hogy ez a legfontosabb szerintem. Sokszor a tettek is kellenek. Most még arra van lehetőségünk, hogy mindenki egy-egy mondatban összefoglalhatja, hogy mi az üzenete, jó kívánsága, tanácsa azok számára, akik nézik ezt a műsort. Mi
Nyárra, vagy mire? Nyári időszakra. Hát legyenek nagyon sokat a természetben, csodálkozzanak rá, Isten teremtményére, ennél szebb nincs, mint a tiszta part például. Nem is kell messzire menni. Töltsenek a családdal, családjukkal minél több időt, keressenek esetleg gyülekezetet, közösséget, ha még eddig nem tették. És jó pihenést kívánok a nyáron mindenkinek. Emberem azt fogalmazódott meg, hogy azt kívánom mindenkinek, hogy egymással tudjanak minőség megfelelő, tehát olyan időt tölteni, amit tényleg egymással töltenek, nem csak elmegyünk egymás mellett, hogy nem is tudunk, hallunk egymásról. Valahogy ez most bennem ez fogalmazódott meg. Köszönjük szépen. És a kapcsolatokat, a nyár alkalmas idő talán a lazasága, vagy a szabadabb létezése, szabadságra menés egyebek miatt, hogy a kapcsolatrendszereiket nézze meg mindenki, hogy hogyan is lát. Tudom, hogy össze voltunk zárva sokáig ugye a karantén alatt, és nem tudom egyebek, de ez nem csak az egyháztartásban élőkre igaz, hanem az ember társas lénynek teremtetett, és ebbe azért van mit bepótolni szerintem sokunknak. És hát ne féljenek szembenézni azzal esetleg, amik foglalkoztatják őket kérdések, akár családilag, akár egzisztenciálisan, akár egyénileg, hogy és ne szégyeljék ezt elmondani Istennek, akár egy imádságban is. Köszönjük szépen. Akkor, ha már az imádságot említetted, akkor át is adnánk még egyszer neked a szót, hogy úgy szoktuk befejezni a Hit Podcast adásait, hogy egy imádságot mondunk, imádkozunk a városért, a körülöttünk levőkért, egymásért, és most Gyuri lenne az, aki ezt egy gondolatsorba beleönti. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, köszönjük neked a te kegyelmedet és szeretetedet, amellyel megtartottál bennünket minden napig. Köszönjük, Úrunk, ezt a várost, hogy mi itt élhetjük az életünket, és itt tehetünk vallást hitünkről, így gyakorolhatjuk a hitünket fele barátaink felé. Köszönjük, Úrunk, a fele barátainkat is, akik ebben a városban élnek, és a családokat, gyermekeket, a nehézségekkel küzdőket, és azokat is, akiknek talán könnyebben megy az életük. Urunk, taníts bennünket, keresztényeket úgy szolgálni, mint Jézus Krisztus szolgált ebben a világban, a tanítványai felé, a népe felé, mindnyájunk felé, és taníts bennünket azért is, hogy tudjunk imádkozni azokért, akiket ránk bíztál. Így légy velünk, Urunk, és add, hogy a nyári szabadság az valóban a te benned való szabadság legyen, és egy megújulás is, és ne mindig a körülményekre emeljük a mi tekintetünket, és ne azoktól várjuk a jobbulást és a javulást, hanem tudjunk kiáltani hozzád, hogy te vagy az Istenek Istene, az Urak Ura, és te szereted az embert, te akarsz igazi szabadságot adni mindnyájunknak. Segíts meg ebben bennünket, mennyei Atyánk, Jézus Krisztusért kérlek. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést, és további minden jókat kívánok nektek, családotoknak, barátaitoknak, és a kedves nézőknek is. Köszönjük szépen a figyelmet, és nagyon nagy örömmel várjuk a visszajelzéseket, vagy esetleges kérdéseket. A tévén keresztül el lehet érni bennünket, és várjuk vissza a képernyők elé a nézőket a következő adásba is. Viszontlátásra! Mit jelent ma hívőnek lenni? Ezen kívül még ezernyi kérdésünk van a hitről. Keressük együtt a válaszokat az Ökumenű jegyében. Podcast a hitről a Szolnok Televízióban.